Közben csinálok elvileg. Na várjatok, most ugrik a majom a vízbe. Csodálatos váltás. Nem. Nem tudom, mennyire lesz hangos a játék. Szegény, beszélgetett egész végig, csak eddig nem hallottátok. És akkor még egyszer mondom, október 31-én lehet megnyerni ezeket a játékokat. Így a nap folyamán, délután 3-kor kezdünk. Horror game hátán, és akkor olyan 7 óra közt, a 7 óra környéken lesz az, amikor már be lehet szállni ezekbe a játékokba, mert twitchitezni fogunk, és akkor utána egy ingyenes játék lesz, amivel fogunk játszani, a Lightbearers-zel. Igazából a Witchit-et is, és a Lightbearers-t is 16-an lehet játszani. Tehát a Lightbearers az egy kicsi kis játék, tehát olyan hú, de nagy dolgokra nem kell számítani, de szerintem simán el lehet vele szórakozni. Mindig próbálok úgy találni programot, hogy azért be lehessen szállni azoknak is, akik mondjuk nem költenének pénzt játékokra, tehát azért lett ez a Lightbearer, ez is oda téve egy kis aranyos játék. Igyál vizet, Várcsi fizet. Jaj, köszönöm szépen a vizet. Ja, Krisz, hello! Ó, hát akkor várjál csak. Krisztékhez is be kell nézni feltétlen, tehát mostanában szoktam lurkolni, és általában sírva röhögök amúgy. Imádok nálatok lenni. Sokszor lurkolok mondjuk. De tényleg amúgy, top 3 streamerekben benn vagytok, akiket néznek. Csak mondom, azt nem árulom el, még ki van benne. Úgyhogy ha tudok, akkor mindig oda lurkolok hozzátok is. Nagyon kérdéses az, hogy melyik questtel menjek tovább. Mondjuk azt mondtam, hogy a fő questtel fogok tovább menni, de először megölünk egy bosst. Én rengeteget genshineznék amúgy streamen kívül, csak akkor tudom jól, hogy akkor a fordítással mi lenne, úgyhogy nem szoktam genshinezni streamen kívül. A héten karaktert építettem. Az új karaktert. Ha már kiszedtem meg a fegyverét. Hát nem mentek zökkenőmentesen a dolgok, mert hát itt is RNG Jesus az valahogy nem szeret, de ja. Mi újság, Krisz? Hogy vagy? Meg az igazság, ennél a karakternél még mindig nem számolták ki a nagy fejek, hogy mit kell csinálni. Általában meg szoktam várni a karakterépítést úgy, hogy van egy ilyen táblázat, ahol az okosok számolgatnak. Hát én annyira nem vagyok okos ehhez a játékhoz, úgyhogy mindig megvárom, hogy az okosok mit gondolnak ki, de most nem vártam meg. És saját magam így kitalálgattam, hogy mit csinálok a fiúval. Közben elkezdtem a másik karaktert is építeni. Aztán majd kiderül. Kiderül, hogy mi a helyzet ezekkel, ő belőle is DPS-t fogok csinálni, csak ez a karakter fontosabb volt, mint a Choicy. Úgyhogy. Akinek új a Genshin, amúgy nyugodtan kérdezhet, és akkor megmesélek, amit tudok. Thundering Fury vagy az új elemszet. Thundering Fury-t kapott. Igazából egész szépen összehoztam szerintem azért. A partja meg az, amit láttatok. Tehát kapott egy dzsonglit, hogy legyen neki shieldje. Aztán kapott egy Yamikót egyértelműen. Tehát kellett a plusz egy elektró, mert
Igazából a Genshinben amellett, hogy Genshinben sok mindent lehet figyelni. Most egy kicsit magyarázok, mert elég sokan nem Genshineztek. Van a karakter, aminek megvannak a skilljei, melyik skill mit tud. Skilleket lehet szintezni, amihez matik kellenek. Egyértelműen. Vannak alapból olyan attribútusai, amikor szintezel, kap HP-t, meg kritet, meg nem tudom én mi, ugye ezzel is lehet itt alkotni. Amellett van az artifakt, ugye? RNG, nagyon jó. Különböző szettek, különböző bónuszokkal, 2-es bónusz, 4-es bónusz, én a 4-es bónuszra mentem rá. Crit damage, egy csomó mindenféle dolog van, HP, attack, defense, elemental mastery, crit damage, heal és a többi, és itt mehetünk végig, tehát azok mindenféle cuccok vannak itt. Ugye sokak nagyon szeretik ezeket, tehát mondjuk itt van egy artefaktom, megmutatom, ugye ahogyan plusszolsz, elkezd majd pakolni random valamire. Van, hogy 3 statos, akkor általában az első pluszolás az egy 4. stat, tehát annyival kevesebb egy 3 optos artefakt, mint egy 4. És vannak ezek a flatek. Flatnek hívjuk. HP. Nem tudom, miben van még. HP, ugye? HP. Még egy is van. Flat death. Flat. Minden flat. És olyankor, tehát még ezt a karaktert megpróbáltam megírálni, és volt, hogy ez de milyen szép. Hú, basszus, ezt pluszoljuk, és akkor annyit látsz a pluszolásnál, hogy beleolvasztasz mondjuk egy 20-as tárgyat, az akkor egyből elég szépen bedobja fent rá, és így, hogy majdnem mindent flat death-re rakott, akkor így azt hittem, hogy eret vágok amúgy. Igen. Tehát azért látni azt, hogy milyen problémák vannak. Illetve van a weapon. Weaponnél is van egyértelmű 5-csillagos, 4-csillagos, hát vajon melyik a jobb. Minden karakternek megvan az, hogy mit érdemes használni, megvan az, hogy a fegyver ugye base attackot ad, és a mellette ad valamit, hogy ez a fegyver crit rate-et ad. Ezt is lehet pluszolni, ehhez is materiálok ennek, és a fegyver is tud valamit. Tehát itt a leírása. Akkor mi van még? Ami Genshinnél érdekes lehet. Van az Elemental Resonance, megvan az, hogy mit teszel a partiba, és mi hogy viselkedik. Ugye én 2 elektrót tettem a partiba, erre mondtam, hogy egyértelműen, mert elektró a fő DPS karakterem, és akkor ugye itt van, hogy a Hydro az 40%-kal kevesebb ideig lesz rajta, ez amúgy senkit nem érdekel, nem ez a fontos. A következő a fontos. Hogyha Superconduct, Overloaded, Electrocharged, Quicken, Aggravate or Hyper Bloom, tehát ilyen reakciókat váltok ki, akkor 100% az, hogy elemental particle-t fog kapni. És ez mit jelent? Mert ez is kínai lehet szerintem sokaknak. Az elemental particle az, ami elkezdi visszatölteni a skillt. Ez ilyen egyszerű. És ugye nekem mellette van egy hydro karakterem, amivel ugye létrehozok egy olyan reakciót, ami le volt oda írva, tehát ennél kifolyólag igen, kapok particles. Szóval ezért került oda az elektro, és ezért került oda a hydro, és azért kapott egy geo karaktert, aminek olyan sírja van, hogy I love it, hogyan ne halljak meg. Tehát vagy healer teszt, általában az ember vagy healer teszt, vagy valami pajzsos karakter tesz be a partiba, hogy igazából megmaradjon. És a többi meg már olyan, hogy kigondolod, hogy mit szeretnél például. Jaj, ma megint. Mit csak ez a quest van? De tényleg. Az, amit nem tudok csinálni a Genshinben, az lövöldözni. Amit nem használok, azok az Archer karakterek. Most is csak azért lövöldözök, mert Friendship XP-zek, mert ilyen is van a játékban. Miért lenne? Halleluja. Sokan nem értik, hogy hogy tudok ezzel a játékkal játszani, de imádom a sztorit, és érdekel, hogy mit akarnak ezek az emberek itt összehozni sztoriügyileg. Sokaknak azért nem tetszik, ahogy, mert a sztori ilyen nagy időközönként kijön valami, és sok szövegben rá kell jönni, hogy mi az, ami ténylegesen a sztori része. De tényleg, amit nem használok, archerek, nem szeretem az archereket.
Minden játékban szeretem a távolsági karaktereket, de a Genshinben nem. Valahogy nem. Furcsa, már Monster Hunterben is Archerrel mentem például, akkor... Hopp, már el! Na most jó. Hát azt nem akartam, mert most nagyon nem jó partival vagyok itt, de nem baj. Ez az új karakter, amit behoztak a játékba, és én meglátom, és mondtam, hogy nekem ezt kell, hol vagy. Még valahol? Valahol még van egy. De hol van? Hm? Ez furcsa. És lehet, hogy nem is ezt kell csinálnom. Amire jó használni az árcsereket, az az adventure-ös rész, hogy így lövöldözget az ember. Oh, for fuck's sake. Ja, és akkor például itt ezek a kis slime-ok, ezek azok, akiket imádnak az emberek. Tehát az elementális lényeknél, mint ezeknél a slime-oknál, meg vannak ezek a repülő bánatok, amiknek sose tudom a nevét, én csak repülő hagymáknak hívom őket. Tehát, hogyha mondjuk egy hydro hagymával, meg hydro slime-mal nézek szembe, az hydro damage-el nem tudom ütni. Úgyhogy azért is volt az, hogy amikor leblokkoltam, és visszanyomtam a skillt, akkor nem kapott damage-et, csak fizikálisat talán. Jaj, innen el kell húznom. Most jöttem rá, hogy hol vagyok. Don't starve? Ó, igen, igen. Azt láttam, hogy nyomtátok, csak nem, ott pont nem tudtam ott lenni. Fazmo streamekre szoktam bekukkantani általában. Legtöbbször. De még nem feltétlenül azért, mert hogy én szeretek fazmózni. Még, hát nem tudom, mikor fazmóztam utoljára. Utolsó Halloweenkor. Közösségi napon, akkor fazmoztam utoljára, de úristen, nagyon ügyes voltam, amúgy nem. Szia, Giver! Aha, így van. Hát megnéztük a izéket, várjatok? Tudom, hogy nem állítottam át, szóval megnéztük azt, hogy milyen játékokat lehet nyerni 31-én. Elmondtam, hogy mivel fogunk játszani, és hogy valakinek azt majd kell, hogy nyugodtan csatlakozzon be. Aztán meg nekiálltam itt a Genshinnek. Lehet letöltött? Hát érdemes megnézni, tök ingyenes a játék, aztán vagy nem. Na, húzzá, innen. Hát, csak meghaltam. Még valaki? Ja, lapátos fazona. És beszállsz a buliba? Jó, mehet.
Imádom ezt az új karaktert, amúgy annyira tetszik. Nem véletlenül döntöttem úgy, hogy nekem ő kell. Honka Impact. Hát nem az első része, hanem több játéka van a fejlesztőnek. Honka Impact, Genshin Impact, akkor... Mi az, ami most ki fog jönni? Valami Zen Zero... Nem tudom, meg a Honkai... Mi volt a Honkai? Mi? Star... Rail... Nem tudom. Ó, adj a fejlesztő. És az sem mindegy, milyen element áll, a ceruza element például nagy igen, nagyon billeg. Mumifikált? Mi mumifikált? Anubisról mintázták. Mumifikált? Te vagy már mumifikált? Mi van, Szoki? A haja? Hát a fehér haja van. Itt a játékban a fehér haj az egy ilyen alap dolog. Most mondjuk a kedvenc helyemre. Mindig vannak olyan zenék, amik tettenek a Genshinben. Genshinnek nagyon jó zenéi vannak, amúgy. És este van? Nem már, hogy este van. Nappal legyen. És akkor kijött ez az új terület. Hát ez a zene. Ez a kedvencem. Csak remélem, ez fog szólni. Ha megint nem az kedvencem szól, miért nem? Vagy a másik irányban mondjuk ez fog szólni? Át fog váltani amúgy? Válts zenét! Biztos nem fog zenét váltani, pedig én akarom, hogy zenét válts. Válts zenét! Paprikás bundás magyarót is nem tud abba hagyni. Hát figyelj, egyél csak. Na, kérem a zeném. Nem az, ez is jó zene, csak ennél van egy jobb zene. A játék nem szeret. Én nem ezt akarom. Én ezt a másikat szeretném. Haló? Haló? Milyen? Váltunk. Online coop. Nem. Ez egy single player játék, amiben van lehetőség arra, hogyha eléred a megfelelő szintet, akkor tudnak neked menni segíteni az emberek, vagy tudtok menni nem tudom én, szükséged van valami matira, és tudsz menni összeszedni másnál, vagy hozzád mehetnek. De ez egy single játék. Zene. Ez annyira jó. Ők is örülnek neki, hogy jó zene szól. Így van, PvP meg egyáltalán nincs benne. Nem tudod megölni a geokockát. Hát de válts olyan karikramra, meg tudod ölni. Na, én most nem értem, mi a probléma. Hát ki kell mész neki, hogy nem megy, nem is értem. Bét magam. Ez annyira jó az a zene. Várom.
fel kell mennem. Azt néztem, hogy mindenki ilyen Spooktober tart. És horror játékok lesznek agyba fölve. Náltok nem lesz ilyesmi amúgy? Krisz. Hogy tele abban mindig fazmoztok általában, nem közösen, meg most elkezdtétek a Don't Starve-ot. Nem tudom, én így ezt a Spooktobert így egy nagy évben így... Ujjjjjj! Hallom, ilyen nincs. Én horror játékkal nem. Majd most Halloweenkor lesz. Éppen elég horror szerintem. Kíváncsi leszek, hogy lesz olyan klip, mint tavaly. Úgy megijedtem. Addigra mondjuk meg kell javítanom a mikrofont, mert múltkor, amikor játszottunk a Secret Neighbor-rel, egy akkorát sikítottam, mert megijedtem Dumbitól. Gondold el ez a nézet, hogy milyen ajtó, milyen kulcsos, hol van ez a kulcsos ajtó, szaladgálsz el, vissza a folyosón. Megjelent mellette Dumbi, átváltozott, de nem tűnt föl, mert nem arra fókuszáltam, és akkor azt vettem észre, hogy jobbról egy bohóc jön nekem. Hát, a kámat teszem most, amúgy megijedtem. Addigra meg kell csinálnom, de én általában, hogyha nagyon megijedek, akkor szoktam, általában káromkodni szoktam. Tavaly volt egy ilyen jumpscare, elém ugrott egy pókat. Pókasztai! Szívinfarktust kaptam, épp szaladtam a szörnyek elől, és így elém ugrott sikítva. Azt kurva, de megijedtem. Jézusom! Ez itt... Most ez így van. Téged kell megölni? Attention, we are being followed. Köszönöm szépen, Ravioli, a követést, üdvít nálam, ezeket úgy utálom, nézd meg. Na gyere csak, te rohadik, gyere ide! Gyere. Gyere. Úgy, úgy. Szeret. De nem szeretem ezeket, ahol elrepülnek minden. Forzasztó. Ó, ezeket megölhetem amúgy. Csicsivel akarod megölni? Only Csicsi? Hát, ez good luck, have fun. Amúgy, nagyon unatkozol. Amnél nem kell amnézni. Szeretném megtartani az emlékeimet, de thank you. Na! Sajnos ez nem túl jó ez a party, de hát... Nem. Ugrálj más alá. Tessék, egy ajándék. Kapott. Mi a sátorharcol? És itt a vége valószínűleg. Szegény ember azt se tudja, hol van. Néha, amikor narakázunk, vannak ilyen pillanataink, mikor feldöknek, aztán le se érsz és meghaltál. Amúgy? Azt viszont tudom úgy srácok ajánlani, hogy most Steamen... Hányadika van? 8-a, igen. Október 10-ig rengeteg játékot ki lehet próbálni. Tényleg, rengeteget, egy csomó demo van. Nézzetek szét, láttalátok valami érdekeset, ha esetleg unatkoznátok. Nem meg fog halni akarok. Igen, a hölgyeményt is DPS-re fogom építeni, ezt így megálmodtam egyik este. Akkor megálmodtam, hogy színóval is mit fogok csinálni. De várjatok már, gyerekek, ez nem egy kicsit... Annyira menőn néznek ki, amúgy ezek a karak.
Ah, véletlen elváltottam róla. Fáááá! Most már mindegy. Azt a jeges. A rossz sebes. Megjönnek. Széket, szőnyeget. Kaptam egy szőnyeget. Nice. Top 2-n a rakába? Hát amúgy ja, a top 2-ben elég szépen benn voltunk, amúgy minden alkalommal. Max level? A karaktereket level 90-ig lehet vinni, AR szinten meg olyan 60 körül. Nem tudom. Nem nagyon van fölötte szerintem, tehát már AR60-ig is rengeteg XP kell, hogy eljusson az ember igazából. Igen, szoktam még árkozni. Jó, give the bait. Hát, give the bait. Azt mondom, ha valamit nagyon jól csinál a Genshin, az a zenék amúgy. Nem C0-a, C2 talán. Aha, C2. Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Nejo-san? Köszönöm szépen a követést, remélem jól mondtam a nevedet, üdvíte nálam. Remélem jól fogod magad érezni. Most egyelőre napi questelek, és akkor át fogunk menni a fő questre, aztán fordítgatok. Nem tudom mennyi idő alatt fogunk amúgy a végére jutni. Holnap ugye lesz stream, mivel hogy a tegnapi álmodat. Holnap fixen eventezni fogok, mert ugye azért az egy korlátoltabb dolog, tehát azt meg kellene csinálni. Egy gomba, meg egy húzé, meg egy húzé. Hát még ez egy kár volt elindulnom, nem mindegy. Valamit a Genshinben nem csinálok. Horgászás. Semmilyen játékban nem horgászok. Rosszul vagyok. Teráztam, behozták. Nem tudom, talán egy 10-6 kifotozottam, hogy fuck this. Biztos nem. Genshinbe behozták a horgászást, kifotozottam, itt csak az event alatt kifogtam egy, nem tudom, 10-26, azt mondtam, hogy basszák meg. Árkésbe horgászni, nem érdekel. BDO horgászni, nem érdekel. BDO-ba csak azért horgáztam, mert raf horgászni lehetett. Ott volt a karakterem, azt el volt. Te én, hogy forgásszak? No, még nincs kecsem. Nem is lesz, ha rajtam múlik kecsem. Nem. Nem, nem. Egyszerűen rosszul vagyok a horgászattól. Minden játékban látták meg. Én nem horgászni akarok. Játszani akarok. Jó, ezt megnéztek. Azt mondja, hogy még két boszt meg kell ölnöm. Nem öltem boszt? Azt mondjuk meg kell csinálnom. Oh, de nem akarok boszt ölni. Amúgy miért kérdezte a Candice C0-án? Nem nagyon lehet vele DPS-elni. この同点、
Van a dolben. Száguldunk előre. Nem igazán DPS? Nem, de nálam DPS lesz. Már én úgy döntöttem, hogy az lesz. Nálam, rólam azt kell tudni, hogy engem annyira nem érdekel, hogy kivel mit lehet csinálni. Én azt fogom csinálni, amit éppen akarok. Szóval, nekem DPS lesz. Amúgy. Az a tervem. Majdok egyel arrébb gondoltam. Ez olyan, hogy Barbara is lehet DPS, amúgy. Töm. Két boss meg. Az, hogyha valaki Barbarából csinál DPS-t, akkor az, hogy Candice-ből csinálunk egy DPS-t, az se gond. Én meg úgy gondolom, miért ne? Igazából. Nem, mint hogyha, tehát tipikus. Csinálja Candice-ből DPS-t. A Hydra DPS. Az előző Hydra DPS-et, tehát tudtad gírálni artifakttal? Nem. És erre is ugyanazt a szettet akarod tenni? Igen. Akkor miért csinálsz neked, Veronika? Hát miért? Amíg a tartalmiát akartam DPS-re építeni, akkor se tudtam, mert nem esett szett. Erre kitaláltam, hogy hát Candice-ből csinálunk egy DPS-t, és hát ugyanaz a szettel. Jaj, vissza. Nem is én lennék amúgy. Basszus. Egyetlen. Imádom. Barbara a legnagyobb DPS a világon szerintem. Barbara, ikkyo? Abaz. Más van, Karit? Milyen volt a barányokkal a skillemet? Mert azt hittem, hogy van ultim, de nem volt ultim. Milyen voltam? Nem, mi baj? Mi az? Itt van. De ne azt üsd! Ennek együtt kellett volna menni a Sync U ultival, csak a balfasz volt. Jó, de most figyelj, ez olyan, hogy ha megkérdezi valaki, hogy mi a kedvenc partim, szerintem, és félretesszük, még ki tudja. És így megmutatom, szerintem így néznek, hogy milyen? Nekem ez a kedvenc partim? Mindenki gondolom, hogy mutogatná a ötcsillagos után az ötcsillagos karaktereket, én nekem meg ez a kedvenc partim. Mivel a Hydra reakció nagyobb damage multit kap, mint ha Pyroval a vízre, így a Hydra karik OP-k. Mi? Oké, megvan, hogy miről beszélsz, tudom. Tehát, hogyha a Hydra-ra pakolsz Pyrot, az ugye kisebb damage, mint hogyha Pyro-ra pakolsz Hydra-t. Így. Tudom, mert anno kitaláltam, hogy csinálok egy Genshin Guide-ot és kezdőknek, és így elkezdtem irogatni, hogy mi az, ami esetleg mi az, amit esetleg figyelni kellene, és akkor is ezt ugye leírtam. De aztán nem csináltam meg. Rájöttem, hogy nálam okosabb és ügyesebb streamerek is vannak, meg youtuberek, akik ezeket már így elmagyarázták szerintem, úgyhogy
megfogtam az ötletemet, azt gyűrtem, és így kidobtam a kukába. Amúgy. Jöhet, még nem lenne akkor a guide, mint amit a terához írtam annó valami... 90 vagy, nem tudom hány oldal volt. De az olyan guide volt, tudod, hogy így mindent is leírtam. Aki életében nem játszott MMO-val, és azt elolvasta, és tudta az, hogy mi van. Mert mindent elmagyaráztam, hogy mi a HP, hogy mi a mana, mit mire használsz. Tehát ilyen, ez ilyen teljes mértékben életemben nem játszottam MMO-val, és nem tudok semmit se. És sőt, még játékkal se játszottam, csak legoztam valahol a, nem tudom én, szobám egyik sarkában jellegű játékosoknak készült. Annak ellenére biztos azért volt olyan, aki mondjuk találhatott benne olyan dolgot, amit nem tudott. De hát játszottam egy játékkal 7-8 évet, szóval nem volt nehéz elkészíteni. És tudod mi a durva? Hogy azért ilyenre írtam meg, mert ez alatt a 7-8 év alatt én rengeteg embert tanítottam. És el nem tudjátok képzelni. Szerintem, ha azt mondom, hogy több száz embert tanítottam játszani a terával, akkor nem hazudok. Néha... elképzelni nem tudjátok. Olyanokat hallottam, láttam, hogy... el se lehet hinni szerintem. És azért így készült el az a guide, hogy a HP, az a health point, és hogyha nullán, tudod így, Jesus. De amúgy még fenn van a oldalamon, mert nem töröltem le annak ellenére, hogy bezárták a játékot, mert miért töröljem le? Hát én azt szenvedtem vele hónapokig, míg megírtam, hát nem fogom letörölni. Meg ilyenek. Azóta a weboldalamon még semmit sem csináltam, mert mondom, elkezdtem Genshin Guide-ot írni, de úgy voltam vele, hogy most... Most pedig... mi van, hogy ez ilyen... Ohaj! Állapot! Mondom a Genshin úgy voltam, hogy nálam sokkal ügyesebbek, okosabbak is vannak, mondom, inkább nem írok Genshin rajta. Kihagytam az élményt. Azt gondolkodtam azon is, hogy csinálhatnék ilyeneket, hogy nem tudom én híreket megosztani, ilyen, mit tudom én, Genshinről, hogy ez jött ki fordítva, hogy ilyen elvált, meg olyan, de annyira nincs időm amúgy. Annyira nincs időm. Na, nekem ez a kedvenc partim amúgy. Imádom. Egyszerűen. Szia, Nejo. Köszönjük szépen a UID-t. Nem fogom megnézni, de köszönöm. Olvastam cikket az infúziókról a játékban, és azt írtak, hogy a fegyveren is történik elementális reakció, így íródik felül, melyik elem lesz rajta. Va? Micsoda? Melyik elem? Tehát... aha. Azt tudom, azt tudom, Bennett C6, Jongyun L, mi a neve? Candice, csak így... Mi történik, hogy Candice meg egy Jongyun találkozik? Tehát történik egy elementális reakció a fegyveren és lesz belőle. What exactly? Tehát így kérdőjelek. Tehát milyen, melyik írja fölül a másikat, érted? Aha. Értem.
Aha, aha. Ez még érdekes. Jó, mikor aztán C6 Bennettet használ valaki. Ellinkelheted, ezt kíváncsi vagyok, ez mi. Ja, mintha molekulális asztrofizikáról beszélgetnétek. Nem, amúgy nem olyan bonyolult. Először, tehát így, aki nem genshinezik, annak bonyolultnak tűnhet, de úgy nem olyan bonyolult. Tehát, van ez a karakter, ha... Várjál. Ezt komolyan demonstrálom, mert ez tök egyszerű. Nézzétek, várjál. Kell egy ellenfél. Hol vagytok? Mindent megöltem. Hát itt jó. Nya. Nézzük ezt a karaktert. Ugye, ez egy Cryo karakter. Van három képessége. Van az E képessége. Ugye, ez jeges. Van az ultia, ami megint jeges. Damage. Ezt tudod, az meg fog falni. Jó, itt. Most megvárjuk, míg ez letelik. De ha simán oda megyek ütni, látszik a színén is, látod? Fehér. Ez a fizikális damage. Na de. Van ennek a kis drága aranyszívünknek egy E-képessége. Okay. És most elkezdek... Elkezdek ütögetni, nézd csak, jeges. Tehát a fegyveren lévő cuccot jegessé változtatja. Ugye elmúlt az út, ezért kíje Chongyunnak az E-je. És ezért eltűnt a... a Cryo sebzés, ugye a jeges sebzés, az igazából ennyi. És még ezen kívül van két karakter. Kettő van csak úgy? Azt hiszem kettő van, akinek hasonló képessége van. Az egyik karakter Maxon tüzessé változtatja, tehát ugyanúgy, ha ütnék ezzel a karakter, akkor tüzeseket ütne. Vagy most van ez a csaj, akit kipörgettem, annak is elnyomod az E-jét, akkor ugye megint vizes ütéseket kreál a karakternek. És nem fizikál, de is lesz, hanem az. És ugye most ezt, például ezt a partit pont úgy építettem föl, hogy erre a tényre, hogy ennek a srácnak, ha elnyom ezt a skillét, onnantól a fizikális damage-em, amit a karakterrel okozok, az jegessé válik. És azért van az, hogy nekem a Kea, az például az ebben a szetben van, mert ez egy jeges szett, Cryo szett. Ugye? Picivel te, az nem tudom melyik karakterek mit tudnak, azt tudom a sajátjaim mit tudnak. Még néha se. Amúgy. Köszönöm szépen a cikket, azt így elteszem magamnak. Vagy várjátok, lehet ezt Discordra fel kéne tenni. Yumota Mata. Várjátok, szépen beilinkeljük itt a Genshinnek a részlegére Genshin. Kari és Team Buildekhez ide tesszük. Szerintem. Nem is, a guide-okhoz és infókhoz tesszük, az jobb helyen lesz. Köszönöm szépen, Adi. Gyűjtőために作られた船は港に泊まる. だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ. 35-ös fajta jobban haladok. Hát persze, hogy jobban haladok. Nejo első nap óta játszom. Az csúnya lenne, ha nem haladnék jobban. Az elég csúnyci lenne. Igen, nekem C6-os a... Nem ez meg. Kiám. Kiá? Most a C6 Lizára megyek. Nem, mint hogyha kellene, ki nem állhatom, de meg lesz. Na. Ja, különböző rezisztenszek vannak. Amúgy régen, amikor kijött a játék, akkor csináltak egy táblázatot, hogy melyik szörnynek milyen rezisztensz van. De szerintem az már ugye 1000 éves, az új szörnyek szerintem benn sincsenek, és azóta nem tudom, hogy csinálta valaki ilyet.
Úgyhogy ja. Mondjuk szerintem most Liza fog a shopba kerülni, nem? Yeah. Ez a gift shop, ez nem az. Hol van? Itt van. Razor. Mennyi? 23 nap. De most Liza jön, nem? Nem úgy miatt mindig, hogy Amber és Liza? Vagy hülye vagyok. Most Amber volt. Na, de. Mi? Nem tudom, hogy nincs artefaktom, mert most én szedtem ki C6-ra, és most fog jönni Liza. És akkor Liza is C6 lesz, asszem. Ja. Hát én is most Lizát pörgettem, emlékszem, amikor pörgettem Atést, körültem neki, de jó. Azért, mert sokan, amikor játszanak, ugye ezeket a féteket kiszedik. Tehát arra használják el ezt a... Most tudom, milyennek a neve. Mi ez? Masterless Star Glittert, hogy viseket szedjenek ki. Én meg nem. Tehát én direkt félretettem az alapkarakterekre. Meg hát azért esett is. Esett is a... Visből. Még azt nem most tudok visálni. Vajatok? Vigyál vizet, Várcsi fizet. Köszönöm szépen a vizet. Köszi, Szotyi. Nem, igyatok ti is. Sok sört? Hát, amit szeretnétek, azt igyatok. Egy és fél hónapja játszol, hát akkor időd, mint a tenger. Azt tudom mindig ajánlani, hogy nem szabad össze-vissza viselgetni karakterekre. Pénzt meg ne fizessetek érte. Nem szerencsés. Meg kell gondolni, hogy mi az a karakter, amit szeretnétek magatoknak, és akkor arra viselni. Én is így csinálom. Színót akartam, színót viseltem most. Nahidát akarok, most Nahidát viselek. Meg fegyvert is viselek, egyértelműen. Na de, várjatok, megöljük még egyszer a boss. Jaj. Igen, eddig kávét ittam például, most már vizet iszom. Én fegyverviselő vagyok, igen. Jaj. Most már nincs olyan skill-vám. Felőfél! Első viszre... Visz. Hova visz? Fog beszélni. Hova visz? Első visre. Jó. Akartam csak. Nekem nem tudom, színó hányadikra jött ki. Ugye fix volt, hogy színót kapok, csak az volt a kérdés, hogy mikor. Azért eléggé bele kellett viselnem aztán azért. Mire? Jó, hát... De amúgy... Adjuk. Thank you.
Na de jó, még. Köszi. Let def izére, HP-re rátesz. Tehetnéd valami normális. Nem haragudnék meg, értem. Köszi. Ne. Fogyköv, amit lesznek szüleim. És mindent elszórtam. Mindent is. Na, meg is vagyunk. A leylinozni biztos nem fog, majd még három boss megölök ma holnap valamikor. Jó, és akkor az kérdéses még, hogy a lánykának mit kell szereznem. Hát el kell mennem szedni ilyen bizbaszt. Jó, azt mondom meg lesz. Szereted ezeket az egy marha jó hangulata van. Tehát amit nagyon jól csinálnak, a zene. Én valahogy csak úgy elkezdek Genshin zenét hallgatni például. Most munkahelyen is azt hallgattam, mert adóztam. Tehát ilyen adós adatokat kellett írnom, és a számok rengetegében elvesztem. Aztán elkezdtem Genshin zenéket hallgatni. Lassan neki kell menjek az Abyssnak, utolsó csillagért. Csak ez a boss van ott, és kell oda az áram. Amúgy ja. Én most nem is abisszoztam egyáltalán. Ugye én nem szoktam túlzásba vinni, tehát egyszer bemegyek azt, ahogy sikerül, sikerül, de most még egyszer sem. Hát még nem besmentem. Legutóbb, mikor bementem, azt tudom azt, hogy nagyon szarul állítottam össze a partimat, nyomtam ott a játékot, aztán meg... De valamikor későn volt, és lehalt a szerver. Valamikor fél úton, azt mondtam, hogy jó, akkor... Tudjátok, mit kapjátok be! És akkor utána nem is tudom, le is járt, meg nem is volt kedvem visszamenni, nem tudom, nem mentem vissza. Én most azért szoktam nevetni a síráson, amit a nagy genshines youtuberek csinálnak, hogy abba hagyom a játékot, ez egy szar játék. Könyörgött a Mihojó, hogy ne hagyjam abba. A csávó már 2 éve sír mindenen. És nézik az emberek, ahaj, hárvaton van ezektől az youtuberektől, és most azt őszintén kimondom, ez a véleményem. De nem lesz endgame! Hát nem lesz endgame, és akkor mi van? Tehát akkor menj olyan játékkal játszani, hogy ahol van, és akkor ne így sírjál. Engem idegesítenek csak ezek a youtuberek amúgy. Fúj! Tik miatt vágolt, szerintem azt mondták, hogy jó, nem tudom ki ez a gyerek, akit minket meg akar interjúvoltatni, mennyi el Jani aztán... Beszélgessé velük egyet. És folyamat megy a nyafogás, érted? És akkor kap egy izét, egy karaktert, mert nem néztem meg a videót, de én előre látom a, mit tudom, egy sima bannerből mondjuk kipörgeti véletlen Tinarit, és akkor könyörgött nekem a Mihojó, hogy ne hagyjam abba. Takarodjá! Érted? Az ilyen emberek, fú, hallod? Ki vagyok? Ha nem tetszik a játék, hagyd abba. Ilyen egyszerű. És akkor csinálja a clickbaites videókat. Nem fogja abba hagyni amúgy, mert ebből él meg. Egy kis hülye pöcs, aki folyton sír. Utálom az ilyeneket amúgy. Fú. Te. Ki vagyok ezektől? Az emberektől? Mert hogy az Abyss az olyan fontos, és az a túl, hogy nem mindenkinek fontos az Abyss, nekem sem fontos az Abyss. Az Abyss a hardcore-abb embereknek fontos, akik mondjuk arra verik magukat, hogy hát én 2 másodperccel nem leütöttem, mint te. Meg vannak azok az Abyssosok, akik megcsinálják, mert primo jön belőle, meg vannak azok az Abyssosok, akik azt mondják, hogy nem annyira érdekel, mert nekem nem ez a Genshin content. És akkor sírnak a izéjük után, az endgame contentjük után, hát halod. És akkor az egyik elkezd sírni, a másik is elkezd sírni, mert látja, hogy a videóját már megnézték 100-an, és akkor tartalmat csinálnak abból, hogy együtt sírnak, bazd meg. Hát, hallod? Menjetek játszatok a mással. Hú, de komolyan ideges vagyok. Már csak akkor beszélek róla, és ideges vagyok. Én, ha nem tudok egy játékot, akkor megmondom, ez a szar, és nem játszok vele. Így hagytam abba egy olyan játékot, amit 8 évig játszottam, hogy azt mondom, hogy most ez annyira szar, hogy ezt nem lehet élvezni. Viszlát. Fogtam, uninstalláltam, mindenhol azt mondtam, hogy sayonara, kiléptem mindenhonnan, és azt mondtam, hogy nekem ehhez a játékhoz nincs több közöm. Köszi. Hello. Viszlát. Ennyi. Vagy ott volt múltkor, húdoztunk, úgy felbasztam magam rajta, hogy azt mondtam, hogy
Köszi, nem. Még olyan játékkal sincs most kedvem játszani, amit szeretek. Mert ez egy szar. Ennyi. Ennyi volt. Nem az, hogy sírok rajta, jaj, de szar. De mégis kapok pénzt, akkor mégse olyan szar, akkor csináljunk még 3 clickbaites videót. És ez megy, és ezek a nagy content kreátorok, hát akár ugye. És az az ember, aki megállapította, hogy hát, nekem meg ez a kezem nem tetszik. Mindenhol csak kövek vannak. Réné úr, a bányában kövek vannak? Szék, nem mondod? Nos, itt Sherlock. Ilyen emberek értem. És ezeket az embereket nézik. Ki vagyok szövődött? Na nézzük, mit kell csinálni? Végeztem magam, csak kiadtam magamból azt. Hát jó van. Nem tudom, ha Genshin streamet kell ajánlanom, akkor részt fogom ajánlani. Mert ez jó fej, meg tudja, hogy mit csinál, mert okos. Meg segít. Meg mit tudom én, meg közösen doménezik. Érti, mit csinál? Én például nem értem, mit csinálok, de ha valaki kérdez, én próbálok segíteni. Például. De én a sztori miatt csinálom, meg én a sztoriról szeretek beszélgetni. Meg szerintem még évekig fogok. Nem fogom abba hagyni. Szóval, ja. Na nézzük. Még ezt a külföldiek csinálják ám ezt a sírunk mindenem. Tipikus. Na, akkor nézzük. Aha, hát most itt valami sötét anyagról beszélnek, de nem a... Nem arról a sötét anyagról, hanem a... A fekete szövet szerinte is sokkal jobban néz ki. És ezért ő is azt választotta. Nem tudom, miről beszéltek. Milyen sötét szövet? Na, visszatértünk. Sok mindent kell neked elmesélnünk, Candice. Üdvözöllek. Úgy látszik, már mindenki összebarátkozott. Yes. Ó, Tehia is itt van. Persze, minden rendben ment. Így van. Alhaizen nem ment voltak? Egyáltalán nem láttuk. És látta a falunak a bejáratánál, azt gondolta, hogy velünk együtt nyomoz. Nem gondolta volna, hogy saját maga így útnak indult. Találtatok valami hasznosan? Elmondjuk, hogy mi történt? Imádom, hogy nem kell ezeket felolvasnom, hogy elmesélik. Értem. Szóval akkor valami füstölőt használtak, hogy elvezessék ezeket az őrült tudósokat a faluból. Most hallott először arról, hogy fel akarják éleszteni ezt a Scarlet King embert. Hát amennyire tudja, ez a füstölő, amiről most beszéltek, ez a falon túl populáris csak. Ugye a tudósok nagyon szeretik. Hát itt a környéken nem sok tudós van, aki még jelenleg is tanul. Szóval, hogyha itt akarnák ezt a füstölőt eladni, akkor nem nagyon profitálnának belőle. Arról nem is beszélve, hogy nehéz ugye ezt a... vagy elég sok munkába telik, mire azt a füstölőt megcsinálják. És itt a sivatagban nem lenne senkinek ahhoz türelme, hogy ezeket megcsinálja, nem hogy még akkor eladja, vagy bármi hasonló. Túl sok munkával jár. Úgy látszik, hogy valaki a falon túlról jött ezzel a dologgal, de... Igen, van értelme. Tehát a falon túlról támogatják ezt az egész szituációt.
Akkor mit csináljunk? Menjünk vissza az akadémiába, és akkor próbáljunk nyomokat találni. Hogy vissza akar menni az akadémia, amikor ott van a dottore? Hogy ez csak egy szimpla nap lenne, mint a többi, akkor ez egy elég logikus lépésnek tűnne, de jelenleg itt vagyok a csapatotokban. És ez egy plusz dolog, igen. Nem azt mondtátok, hogy a falusiak kocsmából hallották ezeket az infókat? Jó, hát én is szeretnék inni ebben a kocsmában. Vagy én is szeretek inni ebben a kocsmában. Szóval egy-kettő dolgot tudok ezekről a radikális gondolkodókról, akiket említettetek. Pajma, ha jól emlékszik, a vezetője ezeknek a radikálisoknak a Delavar. A rejtélyes sebesült bandita Delavar. Engur, ez egy másik nevű ember. A milyen széles szemű mészáros, és Jabari, a kacsa... Ez most komoly? Kacsafarkú. Csaló. Vagy kacsafarkú csaló. Oké, ez jó. Hát jó, mert az az. Nem, kacsa... De várj, nem. Kacsafarkú bajszos csaló. Mi van? Vagy szakállas, bocsánat. Hát jó. Eléggé ismerő, tehát ismertek ők itt a környéken. Ez egy kacsafarkú, szakállas, csaló. Azt hiszem már hallottam ezeket a neveket valahol. Igen? Egy közös van bennük. Az, hogy szegények. Ugye minél rosszabb az élete az embereknek, annál inkább akarnak hinni ebbe a Scarlet Kingbe. Úgy látják, hogyha újraéled ez a Scarlet King, akkor lesz esélyük arra, hogy megdöntik az akadémiát. Ott kukucskának. Hogyha káoszba taszítják, ugye a Sumeru várost, úgy gondolják, hogy az egyetlen esély arra, hogy megváltoztatják itt a sivatagi életet. És úgy gondolja, hogy akkor ők is radikálisak lettek. Lenyűgöző vagy, te hia. Még úgy mondja, deshia. Hát nem tudom. Maradunk a dehiánál. Tényleg nagyon jól ismered ezt a helyet, de Dehia? Én... Igen? Igen, itt kacsingat rám Dehia. Lehet, hogy csöndbe kéne maradnom. Hát igen, a zsoldosok ugye... Nem pihenhetnek, gyűjtögetni kell az információkat. És ugye minden mora, amit elköltött a kocsmában, az egy befektetés. Jó, hát akkor menjünk. Várj egy kicsit. Te itt maradsz, Szino. Miért? Ugye az Aru falu nem egy túl nagy hely, és a kívülállók eléggé kitűnnek a tömegből. És már biztos alapból pletykálnak arról, hogy itt van. A sivatag az egy olyan hely, az élet nehezebb, mint a fal túloldalán. És úgy élünk túl, hogy kapcsolatokat teremtünk odakin. Hozzád képest az olyan zsoldosok, mint én, csak valami harmadrangú igazából emberek. Igazából nincs semmilyen harci képességem. De ezért is van, hogy sokkal egyszerűbb
az, hogy megbízzanak. Tehát sokkal egyszerűbben el lehet érni azt, hogy megbízzanak bennem az itteniek. Mi van? Na, hát akkor ő körbe fog menni és kérdezgetni. De elég nehéz lesz ez, hogyha a színú is jön. Oké. Okay. Mahamatra. Na, megvan a terv, akkor megyünk a karaván ribadba. És megpróbálunk rájönni arra, hogy mégis ezek a kolárok hova lettek el vidve. Tina maradjon a faluban, és akkor folytassa a nyomozást saját maga. Nézett minket a csávó. Aha, most nagyon örülünk, hogy nézett minket a csávó, és hallgatózott. Szia, Saska. Az igazság, hogyha írsz is, nem fog tudni egyből reagálni, mert fordítok. No spoiler, nem is kell spoilerezni. Már kell mennem. Ó, ide kell jönnöm. Ezt utálom, amikor egyből elindítja. Na, hát akkor újra itt vagyunk. Lesz, hogy kezd neked ismerős lenni ez a hely. Paimon mindig lenyűgözi, amikor látja a Samuel falat. Mégis hogy lehet egy ilyen magas fal egyáltalán? Hogy létezhet egy ilyen magas fal egyáltalán? Olyan hihetetlen. Igen, értem, hogy mire gondolsz, én is azt kérdezgettem magamtól minden alkalommal, amikor kisgyerekként erre jártam. Mégis miért van itt ez a magas fal? Tényleg ez igazából mi az homokviharokat torlaszoljál így, hogy itt van. Aztán mikor felnőttem, rájöttem arra, hogy a Samuel fal nem azért van csak itt, hogy kívül, tehát kint tartsa ezeket a homokviharokat. Inkább arra szolgál, ami sokkal fontosabb, hogy az hozzánk hasonló embereket kívül tartsa. Sumerut okos bölcsek irányítják. Nekik, mi sivatag lakók, nem vagyunk mások, csak eszközök, akiket használhatnak, és bármikor, amikor olyan kedvük van, félredobhatnak. Mink az olcsó munkások. Könnyen, olyan, mint egy könnyen kontrollálható állatállomány, semmi más. Hogyha egy gyerek a sivatagból kap is akas a terminált, majdnem minden tudás felé történő ugye igénye el van teljes mértékben utasítva. Mert úgy gondolja az akadémia, hogy nem érdemlik meg a tudást. El kéne kapni ezeket az akadémiáról, azt jól megverni amúgy. És a Szetáriához hasonló... Miért azt hiszem, hogy géniusz? Erre van valami szebb magyar szó. Zseni, igen. A Szetáriához hasonló zsenik az egy a millióhoz az esély, hogy ugye ők léteznek körülbelül. De hát a többi gyerek soha nem kap esélyt se arra egyáltalán, hogy... megpróbálja újraírni a sorsát. Annak ellenére, hogy az akadémia tudja, hogy mi is csak emberek vagyunk, mint ők. Ez szörnyű. Saját kezemmel dönteném le ezt a falat, ha tudnám. Hát én megértem, hogy hogy érez. Remélem, hogy nem csinál semmit, ami drasztikus lenne. Oj, Dísia.
De ugye nem gondolsz arra, hogy valami félelmeteset csinálsz, ugye? Nem. Csak elgondolkodtad ez a hely, ennyi. Annyira tetszik ez a karakter, amúgy. És alapból azért jöttünk, hogy információt szerezzünk, nem igaz? Így van. El kell kapnunk azokat a... Igen? Az fura nézés volt. Maradj ebben. Szerintem tele van a karaván ribot ugye az emberekkel, hogy óvatosnak kell lenni, hogy mit mondunk. Nem akarjuk azt, hogy itt találják, hogy miért jöttünk ide. Az a feladatunk. Tehát a feladatunk már akkor elkezdődött, amikor ugye ide érkeztünk. Menjünk és nézzük meg a kocsmát, hát hogyha találunk valakit, akivel lehet beszélni, valakit, akit ismer. Azt a hél! Na nézzünk, kérdezzük meg őket. Itt is mennyire jó zene van. Amúgy igen, Dehiát azt sokan szeretnék, amúgy Gyuszi, csak még nem tudjuk, hogy majd mikor fog jönni. De nekem is tetszik, tehát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit fog tudni. Azt tudom, hogy Great Sword-os lesz, meg Pyro karakter, tehát 10-es karakter, de annál többet most előre még nem tudunk róla. Hát ez a mi szerencsénk, senki nincs itt ma. Tehát azt mondod, hogy nem lesz senkit, csak itt ismersz? Dehia, te vagy az? Micsoda véletlen? Azért jöttél ide, hogy így áll? Zaki? Végre, egy barátságos arc. Kicsit hangos a zene a szöveghez képest, nem? Még azt nem feltoltam 10-esre. 3.4? Lehet. És ki van itt veletek? Ó, egy messzi földről érkezett vendég? Igen, örülök, hogy találkozunk. Hello, Zaki vagyok, Dehia. Hogy lehetne ezt mondani? Ivo haverja? Igen, együtt ittunk egy párszor. Tehát lehet azt mondani, hogy már ismerik egymást egy ideje. Na, de itt a barátaim nem néznek ki túl rosszul, igaz? Ritkán látsz ilyen, hát nem tudom, kívülállókat, akik barátságosak és illemtudóak is mostanában. Hát ez az Outlanders, azt hogy tudom lefordítani. Értelmesen amúgy. Igen, sokkal inkább, mint a falon túl azok az emberek. Szóval Dehia, keresel valakit? Igen. Láttad Engurt, Delavart vagy Jabarit mostanában? Igen. Láttam őket. Sőt, pár napja együtt ittunk. Hallotta, hogy valami fűszerkereskedős üzletük van egy másik nemzettel. Arra gondoltam, hogy talán... Nem, tehát még egyszer. Van egy másik nemzettel egy ilyen fűszerkereskedős alkuja, és arra gondolt, hogy lehet, hogy a Delavart és a barátait esetleg érdekelni ez a dolog? Nem tudod, hogy hol találom őket? Milyen kedves tőled. Úgy látszik, hogy tudod azt, hogy Delavarnak mostanában nehéz dolga van. Tehát nehéz neki a megélhetés az utóbbi napokban. Szóval azért, hogy te segítsen neki? Hogy? Más csendben. Maradjunk abban, hogy szeretném titokban tartani ezt az üzletet. Mindenki tudja azt, hogy a karaván ribat az olyan, mint egy család. És hogyha lehet borát csinálni, valahogy szerezni, akkor miért nem csináljuk együtt? Miért nem szerzünk együtt pénzt? És emellett Delavarnak és a barátainak eléggé izmos
csak jó erőben vannak, tehát ők jók lennének ahhoz, hogy az árut ugye majd kísérjék. Milyen kedves tőle, ugye a Delavár az neki is barátja, természetesen el tudok hozzá vinni, gyere velem. Kicsit változhatunk itt a hangviszonyokon, egyen lejjebb. Persze összegyem kadok! Nem ez! Lejjebb visszük. Azt meg följebb. Inuka? Hogy nem? Kívülálló, de inkább az, hogy nem ebből a nemzetből. Igen, mert kívülállónak mondják, csak fura, mert itt tényleg arra... Azért mondom, hogy ez kicsit ilyen nehéz így megállapítani, hogy hogy kéne fordítani. Ja. És eléggé sokan vagyunk amúgy újak. Általában a Genshinnek a sztoriait mindig szoktam fordítani, úgyhogy... Ha érdekel valakit, akkor... Nálam lehet ilyenekre számítani. Hát meg szépen lassan kerülnek fel azok a vodok is YouTube-ra, hogy vissza lehet nézni. Már nem tudom, mikor kerül mindegyik fel, mert nagyon el vagyok maradva. De majd egyszer. Az újakat mindig felteszem, és akkor próbálok a régi videókat is szép sorba feltenni. Van egy ilyen kb. Egy éves szünet, tehát... egy éves, egy hónap szünet van körülbelül, egy és fél hónapja. Higher places. Hol vannak ezek? Hol van? Ó, itt vannak. Jó napot! Ott vagyunk már. Igen, ez az a hely. De ez teljesen elhagyatott az a hely. Mégis mit csinálnak egy ilyen helyen? Rád várnak. Miért nem találod ki? Tapogatózol itt a sötétben. Önök vagytok, mint a birkák, akik jöttek a mészárlásra. Aha. Úristen, most mi fog történni? Szétverünk mindenkit. Mi történt? Mi ez, Saki? Ugyan, Nehia? Tényleg azt gondoltad, hogy nem halljuk azt, hogy mit mondtál az Aru faluban? A fiúk egész addig figyeltek téged, ahogy beléptél ide. Nem csak azt tudom, hogy Delavárt keresed, hanem azt is, hogy összeálltál az akadémiának a... az akadémiával, hogy az eltűnt tudósokat megtaláld. Szóval egész eddig néztem minket? Paimon tudta azt, hogy hátra hagyjuk színút, az egy rossz dolog, de miért? Tehát Paimon, tehát nem értem, tehát a reakciók néha, hogy eddig is szétvertünk ennél durvább dolgokat. Isteneket is levertünk már, és akkor itt pár ilyen kis csicska bocsánat, miatt vagyunk fennakadva, hogy úristen, miért nem hoztuk el szénat? És a legerősebbet a faluban hagytátok? Mégis mit gondoltok, kik vagytok ti? Tényleg azt gondoltad, hogy majd elhisszük a kis alkudat? Szóval te is Delavár egész eddig partnerek voltatok. Hát Dehia, te egy vándorló zsoldos vagy, úgyhogy valószínűleg nem tudod azt, hogy mi történik itt. Azok, akik együtt lógunk a kocsmában, sokkal jobban kötődünk a másikhoz, mint te azt gondolnád. De egy dolgot eltaláltál. Nagyon várják azt, hogy Sumeruban egy ilyen felkelés legyen.
俺たちは誰よりも砂漠の民と狂霊院の立場が逆転することを願ってるんだ。Szerintem nincs más, amit jobban várnának, mint az, hogy a sivatagi lakosok az akadémiát ugye megdöntik. Hát, hogyha ez a helyzet, akkor biztos vagyok benne, hogy Delavar nem akar egy pillanatra sem kimaradni a buliból. Őszinte leszek veled. Hogyha nem neked lenne, amit mondtál a faluban, akkor... Az a kicsi kis monológ, amit elmondott ott Samuel falnál, elhitette volna velük, hogy között egy velük van. Delavar, Engur, ti is itt vagytok? Hol a kacsa farkas? Az engem nagyon érdekel. Rég találkoztunk. Zsoldos hölgy. Tudnod kellett volna, hogy az árulók, akik az árulókat utáljuk a legjobban, akik nem követik a Scarlet King-et. Dehi, azt gondoltam volna, hogy egy olyan ember, aki szintén a sivatagból való, érteni fogja, hogy a Scarlet King sokkal nagyobb, mint a Dendro Archon. Nem tudtam volna. Nem érdemled meg, hogy csatlakozz hozzánk. Hát micsoda lehetőséget hagytam ki. Ugye radikális gondolatok, és elrabolják az áltozaton milyen tudósokat. Ezt hagyta ki. Csak azért, mert valami hülye pletyka kering. Ez az, amit kihagyok? Hát igen. Ilyenek ezek a zsoldosok, hűtlen szemétládák, és egy dolog jár csak az eszükben, a mora. Szánalmas. Olyanok vagytok, mint egy csapat utcai patkány. Nem téved. A zsoldosok tényleg a morán szeretik. Mora hajtja a zsoldosokat. És abban hiszek, aki fizet nekem. Amíg profitok szerzek, nem érdekel, hogy ki a barátom. Vagy nem, bárki lehet a barátom. Elég a szövegelésből. Kapjátok el őket! Na gyertek! Mennyi szek alatt töljük meg őket? Ahogy gondoltam, tanítsuk meg őket. Tanítsuk meg őket? Jaj. Igen, tehát verjük meg őket. これ、すまんすまん。雨描き方。歌よ錦さん。おとなしく仕上がる。お前。やら、なんばなくそちん。おろくべ。こいつはどうだ。おっさん。バカな。レヘタツラン、ほいっとったって。お前が。自分が情報通だとでも思ってたのか、ザキ。さっき。こう言ってたよな。傭兵は外で仕事をする時もあるから、情報を見逃すのも無理はない。Itt gondolsz az aprólékos hálózatunkról, Zaki? Ezt úgy annyira nem értem. Hogy mondtad? Természetes egy vándorló zsoldosnak, mint én, hogy nem tudom a dolgokat. Kitto anta ni zsóhóu cugeta yatsu wa Atashi no koto toru ni tarai. Illetve az információ, amit kaptatok, azt mondták, azt mondta. Soitsu ga kiita hanashi wa azt tartalmazta, hogy én egy rossz zsoldos vagyok, tehát hogy nem vagyok jó, és nincsen egyáltalán semmilyen harci képességem, ugye? Mármint ezt mondtam. Mocsiron anta wa sore o shinjiru. Természetesen elhittétek, és ez volt lejelentve. Csak annyit tudtok rólam, hogy egy zsoldos vagyok, de soha nem láttatok harcolni.
たとえ私たちが魔物退治に行った話を聞いても、még ha hallottátok is, hogy együtt mentünk ugye szörnyek ellen, elhittétek azt, hogy Candice volt az, aki tényleg harcolt, és senki más. Hát igen, ez a Flame Mane, ugye úgy hívják, azóta tudom, hogy fordítottuk le a lángoló sörény, úgy hívják a lánykát, hogy ez csak egy csaló. És saját magam is beismerte, hogy igazából csak a kapcsolatait használja arra, hogy az emberek bizalmát elnyerje. Ezt gondoltad, nem? Szóval azért hazudtál a faluban, mert tudtad, hogy figyelnek az embereink? És olyan buta voltál, hogy egyből el is hitted. Azt hitted, hogy... Nem, az első alkalommal, amikor együtt ittunk, már rájöttem. Azt gondoltad, hogy olyan okos vagy. Szánalmas. És fejbe rúgta. Bye bye! Na, hát... Ők azok az emberek, igen. Szóval egészen az Aró falu óta ezt terveztem. Semmi munka nem végezhető el, hogyha nem készülünk fel rá. Észrevette, hogy pár furcsa ember járkál ugye a faluban, és ugye amíg mi nyomasztunk. De nem egyből elkapta őket, hanem hagyta, hogy visszajelentsenek. Ugye ez a kettő volt, aki ott volt a faluban, de ugye ők csak aprócska. Tehát ők nem a főnökök voltak, mondjuk úgy. És ha tényleg el akartuk kapni azt, aki ezt az egészet itt némileg vezeti, akkor türelmesnek kellett lennünk és időt adni ehhez az egészhez, hogy véghez vigyük. Szóval a nevek, akikről beszéltél, azok a vicces nevek, akiket ott beszéltél a faluban, vagy mondtad a faluban ezeket a neveket? Mi ez a széles szemű? Mi volt? Hirtelen akartam mondani. Mészáros. A... Nem tudom, minek fordítottam az előbben. A rejtélyes, sebb helyes bandita. És az utolsó nem emlékszik Paimon. Szóval ez csak ilyen részeges beszéd. Ugye az Engur és a Delevar azok, akik isznak, és akkor elkezdik magukat fényezni. Engur a széles szemű mészáros, Delevar a sebb-helyes, rejtélyes bandita, ezek a nevek, ugye, amiket saját maguknak találtak ki. Az alkohollal igazából kicsit úgymond egymás között megosztják, hogy mégis mit gondolnak igazából az alkohol segítségével. Ezért van az, hogy az Angor és a Delevar folyton ott a kocsmában pletykálnak arról, hogy a Scarlet King mennyivel nagyobb istenség, ugye? Mint a egyetem Archon. És mi van Zakival? Köszönöm szépen a követést, Milán. Üdvít nálam. Miuság. Szia, Dida! Szia, Lotedor! Sziasztok! Kiesett Szino, GG. Gratulálok. Egyik WordPress-ben volt, melyik ez a kocsa fenekű, vagy milyen? Itt másodperc alatt adtam őket. Hát, gyors voltam. A mén, a nőstény, oroszlán. Nem hiszem. A sörény. A lovaknak a sörénye, az a mén, nem? Én úgy tudom. A lovak sörényét hívják Mainnek. Legalábbis én úgy tudom, azt lehet, hogy tényleg a nőstér oroszlány... Oroszlány? Haló! Oroszlánt is! Oroszlánt is így hívják. Szia, Milán! Mesélj magadról, szoktál te is genshinezni? A női oroszlán az a lioness. Nem? De...
Most éppen szenvedek letekerni a üvegnek a tetejét. Amiből épp inni akarom. Jaj! Réku pedig szaladgál. Szóval üdvözöllek itt Mimán, remélem jól érzed magad, meg jól tehet a napod, reméljük, hogy a továbbiakban is nem tudok beszélni, jól fog telni. Én éppen a Genshin-t fordítom, nem tudom, hogy szoktál-e Genshin-ezni, de gondolom általában azért, akik rám találnak, szoktak Genshin-ezni. Annyit lehet rólam tudni, hogy leginkább Genshin-t szoktam streamelni, és hogyha van mit fordítani, akkor fordítom. Hogyha nincs mit fordítani, akkor meg általában nem Genshin szoktam streamelni. Néha van ilyen farmolós stream, de megpróbálom elkerülni, legalábbis ha sikerül. De mostanában csak Genshin stream van már, fordítás hátán, úgyhogy ja. Semmi baj, Dida, semmi baj. Nem kell ilyen bocsánatot kérni. Na. Hát ő csak egy olyan bolond, aki beleesett a csapdába. Valószínűleg ő volt a legjobban, aki elrejtőzött, az Zaki. Ja, az volt a terve, hogy a Delavart kapja el, és akkor úgy valahogy megpróbálja lenyomozni, hogy mégis ki az, aki még itt benne van a buliban. Szóval ki ez a kacsafarkú, szakállas bolond? Ezt akartad kérdezni, nem? Jabari egyik falusia, akivel beszéltünk. Az, aki ugye kaját akart adni Izsáknak és a nagypapájának. Szóval ő is egy radikális volt? Nem. Ő nem. Nem, csak random neveket mondott, hogy ugye azt gondolják, hogy csak tippelget. Egy zseni vagy, Dehiam. Jó, hát te egy zsoldos vagy, hogy ez egy elvárható dolog. Túl kedves vagy. Csak a könyv szerint járt el, hogy őszinte legyen. Szóval az, amit mondtál ezelőtt, az tényleg igaz? Miről? A falról. Ja. Az, hogy a zsoldosok csak a morával foglalkoznak, és bárkinek a barátja leszel addig, amíg profitot szerzel belőle. Ez zavar téged? Nem gondolnám, hogy ilyen ember vagy. Miért gondolod így? Azért, mert jelenleg nincsen senki, aki téged alkalmaz, és mégis segítesz nekünk. Aha. De hiatt te sem szereted a Dendroarchont, mint a öregebb tagjait a sivatagnak, akit élnek, emberei, lakosai. Eléggé figyelmesek vagyunk, nem gondoltam, hogy... Önnek nincs problémája a Dendroarchonnal. Rengeteg jó dolgot hallott ugye a Kusanaliról, Dunyától. Szóval érti azt, hogy mégis miért hálás neki. Dunya csak egy szimpla, egyszerű ember. Nincs, biztos nincs, nem igaz az, hogy egy Isten ennyire egy kis alap ember életébe így beleszóljon. Ha csak tényleg nem együttérző ennyire. Rájött arra, hogy igazából a bölcsek állnak minden mögött, ami mostanában történt. És ugye a radikálisoknak ez a ellenségeskedése igazából a Scarlet King
geld próbálják némleg az árfont egy ilyen ellenségnek beállítani, és ezt mind az akadémia találta ki. De én keresztül látok ezen az egészen. Én nem tudok ennyire ellenséges lenni egy olyan emberrel szemben, aki soha semmi rosszat nem tett. Na, de akkor itt végeztünk. Tudnál nekem egy kicsit segíteni? Kössük őket össze, azt vigyük vissza őket a faluba. És összekötötték őket, fölkapták a hátukra, és elmentek a faluig. Jó, hát ez az összes. Most akkor átadja őket a Candice-nek. Jó, majd még beszélnek ugye erről az egészről, hogy mégis mi van, addig várjunk, oké? Okay. Candice, szükséged van segítségre? Jó, Candice rendben lesz, bízom benne. És hogy te is bízhatsz benne. Egész eddig ugye ő volt az, aki őrizte az Aru falut. Hogyha bárki képes arra, hogy kikérdezze ezeket az embereket, az ő lesz. Ami kifagatja őket, akkor addig miért nem járunk körbe és fedezzük fel a környéken. Találkozunk holnap reggel. Jó. Jó hangzik. Ezek az buták. Reméljük, hogy túlélik a mai napot. Egy kis harang. Szia, Milán! Na, welcome back akkor. Elég későn keltem, mert sokáig fenn voltam, aztán azóta itt játéktrélereket nézegettünk. Arról, azokról a játékokról, amiket meg lehet majd nyerni nálam 31-én, mert 31-én lesz egy közösségi napunk. Aztán egy kicsit farmolgattam Genshinben, meg beszélgettünk, és most meg fordítom tovább a questet. Még nem volt el, itt beszéltem hozzád, de akkor azért nem, egyértelműen nem tudod, hogy mit. Mondtam, hogy igazából nálam, amit fogsz találni, hogy köszönöm szépen a követést, és nálam, amit találhatsz, az az, hogy Genshin questeket szoktam fordítani, ha van mit. Farmolni nem nagyon szoktam, csak új streamben, tehát akkor lehet valószínűleg majd más játékkal fogok játszani, ha farmolni kell. Már gondolkodtam azon, hogy rengeteg játékom van, és amúgy azt kéne csinálnom, hogy amikor Genshin-t lehet fordítani Genshin-ezek, viszont alapból, hogyha mondjuk nem kópozunk mondjuk streamben, vagy valami hasonló, akkor lehetne azt csinálnom, hogy mondjuk egy másik játékot elkezdem, mert rengeteg sztori játékom is van amúgy. Csak nem tudom. Még valószínűleg az izével kéne kezdenem azzal a kínai játékkal. Csak azt meg újra kéne játszanom, mert nem emlékszem rá. Sajnál. Nézzünk körbe egy kicsit itt, aztán folytatom szerintem, majd nem tudom. Már lehet, hogy nagyon nem. Az olyan nagyon lassan is haladok a questekkel, de hát az ilyen. Ilyen ez. Nem ez meg. Az fix. Hogy a következő dolog, amit fogok csinálni, hogy holnap lesz a stream, viszont biztos, hogy nem fogok tovább menni a questtel, mert a quest megvár, viszont az event nem. Valószínűleg event lesz. Azt, hogy jövő héten hogyan fogok stream, ezt nem tudom, mert pénteken orvoshoz kell mennem, szóval a pénteki stream az szerintem másik nap. Most mi lesz, várjátok? Meg kell nézem. Pénteken orvoshoz meg pénteken nem fogok streamelni, majd este Kobinál fogunk játszani egyértelműen. Tehát azt a streamet át kell pakolnom. Szombaton meg dolgozom, viszont szombat is rövid nap lesz. Tehát szombaton valószínűleg tudok jönni úgy, mint most, hogy így ebéd után. Nagyon elgondolkodtam, hogy lehet azt kéne csinálnom, hogy kedd szerda. Kedszerd a szombat. És Genshin. Csak és kizárólag Genshin. Valószínűleg úgy így lesz. Kedszerd a szombat. És csak Genshin lesz. Most itt hol volt a... Várj, az előbb jelölte, hogy van egy. Az előbb feljöttem, hogy egy
egy kulusz. Azért szaladgálok itt össze-vissza. De nem tudom, hogy hol. Annyira imádom azt a térképet, tehát így néha felvillan. Néha meg semmi. Az most megint nem mutat. De megint nem mutatja. Valahol itt voltam, akkor mutatta. Próbáljuk még egyszer. De most meg nem is mutatja. Ez a játék? Velem szokta csak ezt csinálni? Amúgy. Hát most mi van? Előbb mutatta, hogy van itt egy izé. Egy dendrokus. Meg nem mutatja. Jó. És neked milyen napod volt, Milán? Mesélj! Omae tte hontou ni sekkachi da na. Hosszak. Ja, azt tudom. Hosszak lesznek. Meg lehet azt fogom csinálni, hogy a jövő héten, ha streamelem a Genshint, tehát nem fogok farmolni semmit. Nulla. Tehát nem csak semmit, hanem ahogy elkezdem a streamet, elkezdem a fordítást. Csak akkor azt fogom csinálni, hogy akkor jövő héten is rávárok egy ilyen 10-15, hát egy 15 percet mondjuk. Tehát elindítom azért, mint ma is volt. Mondjuk ma meg az volt, hoztam, mert szaladgáltam össze-vissza. Így streamel. Azt tudom, hogy kijöttem, de fura volt, mert itt pittyent föl, mikor itt voltam. Most meg nem pittyen föl. És ez egy tök, ups, egy tök fura dolog amúgy. De az lesz, hogy rávárok egy 10-15 percet, és ahogy elkezdődik, szerintem a stream, nekiállok a zének, a questnek, mert egyszerűen gyökkettővel haladok amúgy, mert a farmolások mindent megcsinálok. Hát ezt nem értem, de esküvőn megnézek egy térképet. Na várjatok, mi az Dendroculus? Hűha. Hol vagyok? Aru faluban. Omae mo saboru koto ga aru nda na? Az itt lesz kívül. Valahol. Már erre. Legalábbis olyan, mintha azt írta volna. Na, látok még. Nem, mint erre fele jött volna föl, csak. Aha, most feljött. Az előbb itt szaladgáltam, és nem mutatta. Mi a? Hát fönn nem látok semmit, tehát az lem van valahol. Na azért volt fura, mert egész eddig itt voltam. Ez a kurva. Mindegy. Akkor lehet itt megállok, igaz, most nem sok mindent fordítottam, de nem baj. Mondom, most majd megnyomjuk, azt fogom csinálni. Sokkal inkább neki megyek a questnek, mert sose fogunk végezni amúgy egyáltalán. Jó, még igaz, most a stream elején nézegettük a izéket, az is volt ott egy óra. De, ja, meg kell nyomni, mert egyszerűen... Jajjaj! Nagyon szép volt. Gyönyörű volt. Nem is érdettem volna? Erre akartam jönni. Ja. Aztán ezeket a napi cuccokat meg Screamen kívül majd még letolom. Aztán majd csak
may hiray. Hosszok ezek a cuccok. Hosszok ezek a questek. Tegnap este Grandit közben is nyomtam egy ilyen freefall jellegű esés amúgy. Vicces volt, már Kobi építette fenn a platformot a patatején. Én meg így megnéztem, és így nekifutásból futottam le a szélre, és így püh, és így leugrottam. És így már nagyon a földhöz közel nyitottam ki a kis ezért dandelion-t. Tök vicces volt. Tök vicces volt. Szokásom amúgy. Tehát ezért is megcsináltam, amikor árkoztam ugyanígy. Valami szikla szélén voltam a sárkányommal. És fogtam, és csak lesétáltam. Nem repültem, lesétáltam. És így elkezdtem lefele esni. És pont streamáltam a játékot Discordon, szerintem Rékunak. És Kendo meg látta, és így ne, mi, azt mondja, ne, mi. Mert ugye ott esélyes, tehát fall damage van az állatoknak. És ugye nagyon a földhöz közel nyitottam ki a sárkányomnak az kis szárnyaskáit, hogy akkor repüljél. És azt mániám, ezt megcsinom a Genshinbe, Granditba mindenhol. Így nem lehet, hogy így nem. Kár. Na jó van. Viszont akkor szerintem már ennyi lesz, srácok. Igaz, nem volt egy túl hosszú. Habár nem, mert olyan 3 órás volt a stream, csak azt mondjam. Még lenyomjuk velük. Viszont holnap megjövök az Avanttal. Az egész event kín van már, ezt viszont meg akartam kérdezni. Tehát az egész questet végig lehet már tolni. Szia Bottészter! Aha, ja, sajna most pont már a végén járunk. Mi újság amúgy veled? Meséljél. Jó, az jó, mert akkor azt holnap letoljuk. Holnap akkor az lesz, hogy arra kell számítani, akik szeretnétek esetleg hallani a fordítást. Elindítom a streamet, megint lesz zene, megint válogatok nektek ilyen kis zenéket össze. Aztán szól egy 10-15 akárhány percig. És ahogy jövök, beszélünk egy picit, és egyből nekiállok a questnek fordítani, hogy haladjunk. Imádom ezt a színót, de tényleg annyira... de tetszik. Nem bántam meg, megmondom. Nem volt jó az elmúlt 2 hét, de péntekre elkezdtem rendbe jönni. Na már mi a baj? Meg az jó, hogyha már rendbe jössz. Most akkor elmondom közben még egyszer, aztán a Amonhoz fogunk átmenni, mert ugye mondtam azt, hogy itt a Kobi a kedvenc streamer, a másik kedvencem Amon. Ja, bemenjünk Amonhoz. Már nyomja itt a Songs of Horror. Na, horror game-el tolja. De előtte. Október 31-én lesz közösségi nap. Várok mindenki sok szeretettel. Most a stream elején
megmutattam azt a 10 játékot, amit lehet nyerni, hogyha érdekeltiteket, akkor nézzétek majd meg, ugye fönnmarad még most két hétig a VOD, tehát meg tudjátok nézni, hogy mik lesznek ezek a játékok. 10 játékot lehet nyerni. Én ezt köszönöm szépen nektek, mert ez a 10 játék az általatok küldött támogatásból van, ugye én azt arra fordítom azt, amit kapok tőletek, hogy játékokat vegyek, aztán meg kisorsoljam közöttetek, ugye meg hát a emótok, most egyértelműen emót ugye nincsen új, tehát közösségi napra lesz 10 játék, amit kisorsolunk, meg lehet ugye együtt játszani majd. Most még egyszer elmondom, hogy a menetrend úgy fog alakulni, hogy 31-én, ugye ez egy hétfő, ez lesz a hosszú hétvégének az ünnep előtti hétfője, amit most szombaton fogunk ledolgozni. Okulttal kezdünk 3 órakor, erre megvan a csapatunk Ghost Exorcism-mel, folytatjuk, amire megint megvan a csapatunk, ez kb. 5 óra környékén lesz, aztán vicsitezni fogunk. A vicsit az egy fizetős játék, akinek most sajnos nem akciós, majd biztos lesz akciózva, ha lesz még addig akciózva, úgyis meg fogom osztani. Tehát érdemes nézni a játékhíreket, oda szoktam megosztani azokat a játékokat, amik akciósak, és azért szerintem jók, meg szoktuk játszani esetleg közösen. Tehát a Witchit az körülbelül este 7-kor lesz, aztán váltunk át a Lightbearers-re. A Lightbearers az egy teljesen ingyenes kis aprócska játék, ahol el fogunk szórakozni. Azt meg ilyen 8 óra környékére gondoltam. Ugye ez változhat egyértelműen, mert azért lehet, hogy van olyan játék, amit mégiscsak tovább fogunk játszani, mint gondoltuk, meg lesz olyan, amit lehet, hogy előbb abba fogunk hagyni. Azt el tudom még mondani, hát erre most másik gépemnek a billentyűzete nem akar működni. DC-re nyugodtan gyertek föl. Ide szoktam megosztani a menetrendet, ide szoktunk klippeket bevágni, ugye itt van jelenleg egy verseny, ahol lehet játékkulcsot nyerni, vagyis két verseny, az egyiken még senki nem indult, úgy látszik nem volt annyira jó ötlet, de a másikon meg két ember, úgyhogy ha gondoljátok és szeretnétek játékkulcsot nyerni, akkor nézzétek meg ezeket a versenynél, hogy mégis miről van szó. Ez év végéig fog tartani, szóval még lesz időtök bőven, hogyha van ötlet, vagy bármi hasonló. Ugye a klippeket is itt nyugodtan meg tudjátok osztani, amit csináltok, esetleg így menet közben. Meg hát akkor lehet rangot adni magatoknak a szabályzat és rangrészegen. Nyugodtan ide gyertek fel, ha gondoljátok. Sokszor benn szoktunk ülni, beszélgetni a csevegőbe, vagy valamelyik játékrészlegen. Nyugodtan gyertek csak, és streamek is szoktak lenni pont ugyanúgy, nem csak én, de a többiek is szoktak ott streamelni. Nyugodtan majd gyertek. Meg közben itt elindítom a dolgokat. Az fix, hogy holnap fogok jönni, pont hogy ebéd utáni időszakban, tehát arra kell számítani. Közben itt a rédet. Szia Zoli! Sajnos pont most megyek, de köszönöm szépen, hogy benéztél. Át fogok mindenkit vinni Amon úrhoz. Köszönjetek be hozzá, üdvözöljük, én is ott leszek, nézem mit csinál. Jó kis horror játékkal játszok, és Amont tényleg ajánlom. Nem vettem mondom, hogy egyik kedvenc streamerem. Úgyhogy menjünk a MOL-hoz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a szubokat, a követéseket, meg hát köszönöm szépen, hogy itt egy tök jót elbeszélgettünk, és a szombat délutánotok elejét azt így nekem szenteltétek. Aztán akkor találkozunk holnap. Sziasztok!